A 92. percben tehát Mezőkövesdi büntető, Costa a labda mögött. Costa, gól. Nagyon magabiztos ítélet végrehajtás Costa Márktól, és ezzel eldől a mérkőzés. 2-0-ra vezet a Mezőkövesd a hosszabbításban szerzett büntető góllal. Costa beállt és gólt lőtt végül. Bármennyire is 11-esből, de ezt is be kell lőni, ahogy mondani szokták.